Sziasztok, srácok! Világos vagyok, és hosszú idő után úgy néz ki, hogy újra itt vagyunk, és a mai videó most egy olyan apropó útján készül el, hogy amint ti is látjátok, Világos 3 nevű ember ismét megjelent a szerveren, és amint látjátok, Világos 3 immár cseppet sem meglepő módon immár nagymester. Tehát érdekes, hogy az előbb egyébként játszott, és egyébként ő most 2-0-ra kikapott egy 519 pontos Miran Aslambi nevű nagymestertől. Azonban próbálom nektek megmutatni az infóját Világos 3-nak. És a mai videónak igazából az az apropója, hogy Világos 3 gyakorlatilag visszatért a szerverre. És amint azt egyébként az előző, illetve az egyetlen róla szóló videómban is mondtam, igazából az történt, hogy Világos 3-nak az infója az enyhén szólva is rendkívül gyanús. Tehát, ha most itt nektek, reményeim szerint mindjárt meg fogom tudni nektek mutatni Világos 3-nak az infóját, aki számomra csöpet sem meglepő módon nagyon rövid idő alatt óriási mennyiségű pontra tett szert. Tehát gyakorlatilag ezzel, mint egy saját maga bizonyította be, és itt is van, hogy amit róla mondtam, az valószínűleg teljes egészében úgy van. Tehát ahogy látjátok, Világos 3 infója. Igaz, hogy 52%-os győzelmi arányjal rendelkezik, de amint látjátok, érdekes módon Dark Technót 4-2-re megverte. Utána a Kud ellen kikapott, viszont a Lovely ellen, akinek 550 pontja volt, szintén 4-0-ra nyert. Majd Genesz ellen 1-1-et ért el, és az Asambi ellen egyébként, aki szintén nagymester, 2-0-ra ugyan kikapott, de mondom nektek, hogy mi ebben az egészben mi az érdekes. Mind a Dark Techno, mind a Genesz az közismerten Mr. Rage-nek 1-1 nickjét jelentik. És ami ebben igazából egy picit érdekes, hogy amint megjelentem a szerveren, ugye hosszú idő után, Világos 3 ismét abba hagyta a játszmákat, és mindeközben egyébként itt az infójából látszik, hogy szinte csak nagymesterek ellen játszik, ami rendkívül érdekes, és amint azt az előző videóban láthattátok, ahogy megjósoltam, rendkívül rövid idő alatt óriási mennyiségű pontra tett szert Világos 3 nevű barátunk, ugye, ami számunkra cseppet sem meglepő egyébként. Tehát 490 pont, már el is érte a nagymesteri címet, mindezt 121 meccsből, ami azért nem kevés. A győzelmi vesztési aránya Világos 3-nak nem kimagaslóan magas ugyan, de egyébként, hogyha jobban elgondolkodunk rajta, akkor itt valószínűleg Mr. Rage, aki Világos 3 nevű projektjével egy ilyen leromboló, szerintem eléggé szánalmas leromboló kampányt
próbál ellenem. Hónapok óta szerintem elég sikertelenül folytatni. Ő állhat igazából ezen ügy mögött is, és amire én felhívnám a figyelmeteket, az a következő. Nézzétek meg! Világos három legutóbbi meccseiben azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 7 ellenfeléből 5 volt nagymester, és nagymesterek ellen azt mondja, hogy nagymesterek ellen azt mondja, hogy 1, azt mondja 3, 7, 11 győzelmet, és 5 vereséget ugyan elkönyvelhetett világos három barátunk, de ez valószínű csak annak köszönhető, hogy na most, hogyha valaki el akarja kerülni a programot, akkor igazából a delikvens, ő azt csinálja, hogy tehát egy olyan programmal rendelkező játékosról lehet világos három személyében szó, aki bizonyos esetekben szándékosan veszít, ahogy egyébként az előző amőbás videóban erről volt szó. Tehát szándékosan veszít azért, hogy a programnak az egyébként rendkívül magas győzelmi vesztési arányát azt lerontsa. Ugye? Tehát itt igazából erről van szó. Erről van szó, ezekről a szándékos vesztésekről, ezért ilyen alacsony úgymond a győzelmi vesztési aránya, viszont ugye, ahogy látjátok, világos három, ahogy az előző videóban megmondtam, döbbenetesen rövid időn belül már rögtön el is érte a nagymesteri címet, egy. A másik dolog pedig az, hogy amint megjelentem a szerveren ismét világos három, ismét világos három játékkedve ismét alább hagyott, tehát ez rendkívül érdekes. Tehát szerintem ez egy kissé szánalmas, igen. És egyébként, ahogy látjátok, mondom, hogy tehát egy világos három, nagymester, milyen érdekes, ugye, hát lepődjük meg, hát hadd legyen egy kis hamis sikerélménye. Tehát világos három rövid időn belül, ahogy én ezt megmondtam nektek körülbelül két és fél hónappal ezelőtt, ahogy megmondtam nektek az egyik utolsó amőbás videóban, világos három rendkívül rövid időn belül el is érte a nagymester címet. Ahogy látjátok, 513 pontra rontotta itt a Nikiét a legutolsó meccsen, és ahogy látjátok, itt úgy lett 513 pontja, hogy 24 pontot vesztett. Most elmondom nektek, hogy ez azt jelenti, hogy egyébként itt 537 pontja volt. Látjátok, és 722 pontos nagymestert, a Dark Techno, aki egyébként Mr. Rage-nek egy másik nickje, meg egyébként a Genesis, milyen érdekes, hogy ugye mind a kettő a Rage-hez kötődik, ezekkel a nikekkel játszott, és ugye ezek ellen többnyire jó eredményt tudott elérni. Ez meg egy egyszerű, szerintem szánalmas, félrevezető lépésnek, a kampánynak a része lehet. Tehát igazából így erről van szó. Igen, tehát érdekes, hogy ugye még egyszer, amit már egyszer elmondtam, világos három, az véletlenül sem én vagyok. Világos három szerintem szánalmas, illetve most már többé-kevésbé elkeseredett csalási kísérleteitől pedig teljes mértékben szeretnék elhatárolódni. Most szeretném nektek megmutatni azt, ahogyan világos három játszik, ugyanis én erre rendkívül kíváncsi vagyok.
Most közbe-közbe arra várunk, hogy világos 3 úgymond magához térjen, de milyen érdekes, hogy ahogy bejöttem a szerverre, úgy világos 3 rögtön abba hagyta a játékot. És na lássuk, azt mondja, lássuk, hogy Dark Technóval mit ér el világos 3. És elmondom nektek, hogy világos 3 az valószínűleg Mr. Rage-nek a másik nickje. Tehát még egyszer, világos 3 az nem én vagyok, ugye nekem az eredeti világosnak 2 darab nickem van. A világos, illetve a világos 2 vagyok én. És még egyszer, ami rendkívül érdekes, hogy világos 3 rendkívül sokat gondolkodik, tehát a programra jellemző periódikusság tökéletesen megfigyelhető. És tehát látjátok, 2 lépést 40 másodperc alatt tett meg. Tehát ez szinte a programnak az egyik biztos jele, tehát a periódikusságot, hogyha megfigyeljük, az nála tökéletesen megvan, nem tesz azonnal, itt egyébként egy nagymester látná, hogy egyébként J6 szokott lenni a lépés, vagy esetleg ugye, igen, K7, ugye tartjuk ezt az L alakot, és nála, tehát még a Dark Technónál a periódikusság azért annyira nincsen meg, a Dark Techno hát azért gondolkodik, de világos 3 esetében teljesen a periódikusságot megfigyelhetjük, és azt se felejtjük el, hogy világos 3 rendkívül gyanús infóval rendelkezik. Tehát világos 3 az gyakorlatilag egy bosszú hadjáratnak a része, amit valószínűleg Mr. Rage próbál ellenem irányítani. Hát tudjátok, hogyha... Egyébként itt már az X azonnal nyert, tehát itt az X-nek nyerése van, valószínűleg, hogy G10... J12, M9, M10, és itt az M7-en, tehát itt az M oszlopban lehet valamie világosnak. Na most felhívnám a két játékos különbségére, a két játékos időbeli különbségére a figyelmet. Tehát nyilván egyébként, amit világos 3 a közösbe írogat, az pedig egy színháznak a része. Tehát az egy színház, itt most egy színjátékot játszik. És egyébként cseppet sem meglepő módon, egyébként világos 3 ezt valószínűleg szándékosan elvesztette. Tehát ez itt egyébként a kör győzött, mert vagy H10-et lép, vagy ha az kivédi, akkor egyébként G8 és J6, tehát itt most valószínűsítem, hogy szándékosan ront egyet. Szándékosan rontott egyet a Dark Technóba, hogy ne, a Dark Technónak, hogy ne tűnjön úgy, mintha. De látjátok? Tehát látjátok, rendkívül gyanús az, hogy nem tesz azonnal, hanem mindig, tehát nem az, hogy 5-6 másodperc telik el, hanem 12-14 másodperc rendszeresen eltelik. Igen. Hát kíváncsian várjuk, itt most mind a kettő játékosnak elég jó helyzete van. Viszont mivel a körnél van a kezdeményezés előnye, X-nél van a kezdeményezés előnye, ezért az M10, M12, majd esetleg az L12, H12, tehát ezen a vonalon, a 12. soron, látjátok, ezt mondtam, M10-t ki kell védenie, és utána M12-re készül, tehát M12-t fog tenni, szerintem M12, aztán H12, és valamit itt a 12. oszlopba akar, tehát látjátok, ő egyáltalán nem emberi az, ahogyan játszik. Hát ez pedig hülyeség, itt elcseszte a védelmet, mert itt meg M8 és N7-tel nyer, de látjátok, ez se, tehát még az N7-et se veszi észre, de egyértelmű nyerése van N7-re.
és még ezt se veszi észre. Tehát az M7-et se veszi észre azonnal, ez egyértelmű, tehát M7, mert itt ki kell védeni az 5-öset, aztán O6-ra megvan neki a 4-ese, de még ezt se veszi észre, és így verte meg a 700 pontos nagymestert. Tehát látjátok, ez biztos jele a programnak, hogy nem veszi észre a nyilvánvaló lépést, a nyilvánvaló nyerést az N, a Nóra 7-esen, tessék. Most vette észre. Tehát egy nagymester ezt rögtön kiszúrná. Biztos jele sajnos a programnak. Tehát világos 3-tól szeretnék elhatárolódni. Semmilyen módon nem kapcsolódik sem hozzám, sem a csatornához. Tehát látjátok? Ennyi. Tehát ez egyértelmű. Tehát látjátok, ott van, megverte a 700 pontos nagymestert, és még egyszer döbbenetes, tehát az, hogy egyrészt ugye az, ahogyan, tehát amilyen sokat gondolkodott, ugye szinte gyakorlatilag 10 percből 3 perc, 48 másodpercet gondolkodott, gyakorlatilag 20 lépésen, ami rendkívül sok nagymesterek között. És ezt mondtam nektek, itt a bizonyíték 1-0 megverte a 700 pontos nagymestert úgy, hogy a programnak a programhasználat különböző jeleit végig betartotta. Láttuk a periódikusságot, és láttuk azt is, hogy egyértelmű lépéseket nem tett meg azonnal, amit egyébként egy nagymester kiszúrna. Tehát ez a programhasználat biztos jele, srácok. Látjuk-e? Gondolom most abba hagyja a játékot, tehát látjuk, itt van világos 3, és megverte a Dark Technót. Megverte a Dark Technót is, tehát ő kiválóan tartja a nagymesterek elleni rendkívül magas győzelmi vesztési arányát. De egyébként ez most egyébként, hogy itt volt ez a koronavírus, meg most egyébként, csak úgy mondom nektek, srácok, hogy egyébként most van a sakkvilágbajnokság, és most én eléggé el vagyok foglalva a sakkvilágbajnokságnak a feldolgozásával, illetve a csatornámra való bevitelével. Még egyszer, tehát világos 3 esetében, tehát a következő megállapításokat szeretném tenni világos 3 esetében. Az egyik üzenetem, a legelső és legfontosabb üzenetem az az, hogy a világos 3 nevű játékos az nem én vagyok. Nekem 2 nikem van, a világos és a világos 2. Világos 3, 4, 5, ezek nem engem, illetve nem az Unknown Chess Master csatornát jelentik. A másik legfontosabb üzenetem az az, amit, hogyha megnézitek a csatornámon az előző videómat, akkor abban is láthatjátok, hogy amit mondtam világos 3-ról, az igaz lett. Tehát világos 3 rendkívül gyorsan, szinte ilyen kvázi másfél nap alatt eljutott az 560 pontig. Az 560 pontig, vagy esetleg még tovább is úgy, hogy ahogyan egyébként láthattátok, úgyhogy egyébként, ahogy láthattátok az előzőekben is, egyrészt ezt a rendkívül magas pontszámot rendkívül gyorsan érte el, és az infója az rendkívül gyanús. Az infója rendkívül gyanús világos 3-nak. És ugye most joggal kérdezhetitek meg tőlem egyébként, hogy én ezt honnan tudom. Hogy világos 3 programot használ, ha egyszer nincsen jele. Na most, hogyha egy másik amőbával foglalkozó videómban Mr. Rage esetében mutattam nektek azt a taktikát, amikor a programos játékos mesterségesen generál vesztést. Ez azt jelenti, hogy feljön a szerverre, és egyszerűen mondjuk 600 pontos nikkel, mondjuk 20-szor egymás után direkt feladja a partikat. De ezt csak azért csinálja,
hogy a programnak a mesterségesen generált, a program mesterséges, rendkívül magas győzelmi vesztési arányát, azt ő mesterségesen lerontja. És ugye ennek az az értelme, hogy ezáltal tudja elkerülni a ezáltal tudja elkerülni a programnak a jelét. Ugye? Tehát igazából itt csak és kizárólag erről van szó. Láthattátok egyébként a világos három bemutatott meccsén is. Az egyik dolog még egyszer, ami utal erre, az egyrészt a rendkívül magas győzelmi vesztési arányszám, ami igazából, amit igaz, hogy világos három esetében nem tűnik olyan magasnak, viszont a másik dolog az, hogy gyakorlatilag elképesztő mennyiségű pontokat képes elérni. Tehát igazából világos három, ez nem, tehát világos három az a Mr. Rage-nek egy lejárató kampánya lesz irányomban. És nyilván a másik dolog meg az, hogy ha fejből játszana világos három, akkor nyilván ugye erre megint nem lenne szükség. Igaz? Tehát gyakorlatilag én rendkívül szánalmasnak tartom ezt a fajta próbálkozást, srácok. Na most közben belépünk egy meccsre, és igazából most majd arra válunk, hogy világos három próbáljon magához térni, és újra játszani, de egyébként láthattátok a videónak a legelején, láthattátok azt, hogy amit mondtam, tehát a periódikusság, tehát a programos játékosok legfőbb jellemzője a periódikusság, illetve a másik legfőbb jellemzője a rendkívül gyors pontgyarapodás. Tehát a programos játékosok két fő jellemző vonása világos három esetében tökéletesen megfigyelhető. A csalás egyik egyértelmű oka, vagy egyik egyértelmű azonosító jele az a rendkívül gyors pontgyarapodás. A másik pedig az, hogy a játéka során a periódikusság tökéletesen megfigyelhető, tehát, hogy a delikvens nem tesz azonnal, hanem mindig eltelik egy ilyen 5-6, vagy esetleg több másodperc a lépései között, és ugye ezt, ahogy láthattátok, ez világos három esetében tökéletesen megfigyelhető. Na most ugye te, kedves nézőm, ugye megkérdezheted, hogy oké, de ennek mi értelme van annak, hogy valaki egy másik embert ugye folyamatosan majmol. Hát igazából ennek csak annyi az értelme, hogy a Mr. Rage ezzel a világos három nékkel, azzal, hogy engem próbál majmolni, ennek alapvetően szerintem két fő oka lehet. Az egyik szerintem valószínűtlenebb ok, hogy megpróbálja az amúgy rendkívül népszerűtlen csatornáját, az én, hát többnyire azért jóval befutottabb csatornámmal manipulálni, de ez az indok az, amit kevésbé tartok valószínűnek. Amit sokkal valószínűnek tartok, az, hogy világos három nicknek a létrehozatala az igazából egy gyűlöletkampánynak a része. Tehát a világos három nicknek a behozatala az egy nagyon erős gyűlöletkampánynak lehet a része. Egyébként közben nem láttam, hogy bocsánat, hogy nem volt hang. Ugye, közben... Igen, közben nem láttam, hogy nem volt a játéknak hangja, bocsánat. Igen, nem láttam, hogy nem volt a játéknak hangja. Igen, bocsánat, ezt most tettem vissza. Most arra várunk, azért jöttem be, hogy világos három újra akcióba lendüljön. Most erre várunk. Azt mondja, hogy... És ahogy láthatjátok, világos három ismét eltűnt a porondról. Tehát egy meccset sikerült felvenni. Hát srácok, nagyon remélem egyébként, hogy lehetett hallani a játéknak a hangját, mert úgy láttam közben, hogy véletlenül le volt némítva a játéknak a hangja, tehát lehet, hogy csak a hangomat meg a zenét hallottátok. Ezért elnézést kérek, most tettem vissza. Úgyhogy, hát egyelőre ennyit.
Világos voltam, ugye akinek, mint tudjuk, két nékje van, világos és világos kettő. Világos 3 pedig egy csaló, programot használó játékos, aki nem én vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, iratkozz fel, lájkold a videót, és nagyon remélem, hogy nem tudom, hogy a játéknak közben volt-e hangja, elképzelhető, hogy sajnos némán ment le az egész játék, majd kiderül, tehát mármint úgy, hogy nem volt az amibának hangja, az sajnos elképzelhető, de egyébként az, hogy világos 3 eltűnt, ahogy megjelentem a meccsen, ez egy újabb bizonyíték arra, hogy ez tényleg egy lejárató kampánynak a része, semmit nem akar videóba szerepelni, és ugye ezért megfutamodik. Mert ugye csalással játszik, és ugye ezért nem akar szerepelni. Jó, srácok, én köszöntöm szépen a figyelmet, világos voltam, maradok és leszek. Iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!